vette a konfrán, néhány hete lesz, amikor 20 évvel ezelőtt itt ezen a helyen temettük el Magyar Mártírjainkat, akik az elmúlt 20 évet megélték, azok tudják, hogy ez a temetés csak cirkumprádé volt, ezzel csak jobban becsaptak bennünket, és nekünk kötelességünk, hogy újra és újra hívjuk és idézzük talunknak az 56-os forradalom hőseit, áldozatait, és rajtuk velük együtt bizonyítsuk be a világnak, hogy a mai élő magyarság ugyanolyan becsülettel áll a haza védelmére, mint 1956-ban. Itt látok előttem táblákat, az van ráírva, hogy döntsön a nép. Hosszú életet éltem, látjátok, hajam megőszült, és azt tapasztaltam, hogy amikor a nemzet politikai vezetés nélkül marad, válság keletkezik, akkor a magyar nép visszanyúl történelmi hagyományaihoz, és 1945-ben, 1956-ban minden település megválasztotta a saját nemzeti bizottságát. És ezek a nemzeti bizottságok most is alakuljanak meg, jöjjenek össze, beszéljék meg, hogy hogyan akar tovább élni a nemzet, ha kell, alakítsanak egy egységkormányt, ha nem, akkor mint országos nemzeti bizottság készítsék elő az új magyar alkotmányozó országgyűlést, az új magyar alkotmány szellemébe hozzák meg az új választási törvényt, és az új választási törvény alapján mi magyarok választunk magyarunknak magyar vezetőket, magyar vezetőket! Rácz Sándor a Nagy Budapesti Munkástanács 56-os elnökét hallották, de a munkástanácsok még jelenleg is élnek. A Munkástanácsok Országos Szövetségének mostani elnöke Falkó is ide követi majd Rácz Sándort, amennyiben a cserére sor kerül. Egy búcsú mondatot! Ne legyen nyugalom a lelkünkbe, amíg nincs rend csinálva Magyarországon. Isten veletek! Rácz Sándort hallották, de